Ebben a részben a tanulás nagy ellentmondásáról lesz szó, megnézzük, hogy ez miből ered, és azt is, hogy hogyan lehet feloldani. Szeretettel köszöntelek, én Nyíri Gabi vagyok, kutyások személyes fejlesztésével foglalkozom, és én találtam ki a Legyél Mindig Kutyás rendszert. Azt mondtam a bevezetőben, hogy ebben a részben a tanulás nagy ellentmondásával fogunk foglalkozni, ezért nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy jól értsük egymást a továbbiakban, tisztázzuk, hogy én mit értek tanulás alatt. Amíg ezt a részt nézed, addig tanulás alatt mindig azt értsd kérlek, hogy ez az a folyamat, amin keresztül jól működő, a gyakorlatban alkalmazható és a gyakorlatban beépített tudás megszerzéséről van szó. Mindig értsük ezt tanulás alatt, kérlek. Onnan jutott eszembe ez az egész téma, hogy mind a személyes fejlődés, mind a kutyázás területén időnként jó szendékű felszólalások szoktak születni annak kapcsán, hogy mennyire veszélyesek azok az anyagok, amiben mindenféle valahány tipről van szó. Három tipp, öt jó tanács, tíz praktika. Mert hogy azt mondják azok, akik ezeket a véleményeket megfogalmazzák, hogy ha ezeket az emberek megfogják és elhiszik és vakon megvalósítják, akkor abból több baj lehet, mint haszon. És szerintem ezek a, a felszólalások pontosan a tanulás nagy ellentmondásának a témáját kapargatják, és mivel ez így sokakat foglalkoztat, azt gondolom, hogy Fontos és hasznos, hogy beszéljünk róla, azért, hogy értsd, és azért is, hogy, hogy könnyebb legyen, kezelned ezt, és könnyebben tudj átlendülni rajta. Nagyon egyszerűen a tanulás nagy ellentmondása abból adódik, hogy minden eset egyedi, és emellett mégsem szeretnénk mindig föltalálni újra a spanyolviaszt, és minden egyedi esetet teljesen egyedi módon megoldani. Nézzünk egy nagyon szemléletes példát, amiben szerintem ezt tök jól tettel lehet érni. Vegyük példának a csoportos kutyaiskolai foglalkozást. Ugye azt gondolnánk, hogy ott mindenki pontosan ugyanazt csinálja, pedig a valóságban az van, hogy ez egyáltalán nem így van. Gondolj csak bele, hogy az történik a csoportos foglalkozáson, hogy mindenki ugyanazt a gyakorlatot végzi, Azért, mert a tökéletes, ugye tökéletes általában sosem sikerül, de hogy a magasan szinte, magas szinten végrehajtott eredmény, az mindenki számára kívánatos. És ebből adódik az, az a gondolat ilyen teljesen automatikus módon, hogy hát akkor biztos mindenki tökéletesen ugyanúgy halad a saját tanulási folyamatában. Pedig a valóság az, hogy ez egy fenét. Tehát ha megnézed, hogy mi történik, akkor mindenki ugyanazt a gyakorlatot igyekszik végrehajtani, úgy, hogy közben a saját tanulási útját járja, a saját gyakorlati uh, tudását igyekszik létrehozni. Vegyük a példát, ott vagyok én, jó eséllyel én mondjuk ha egy engedelmes foglalkozást vezünk példának, akkor az én kihívásom szégyel az lesz, hogy érdekesebb legyek, mint az összes többi kutya, aki ott van. Lehet, hogy fifikének az a kihívása, illetve fifikének és fifika gazdinak az a kihívása, hogy fifike kellően motivált legyen egyáltalán részt venni a foglalkozásban, és nem lelépni, szaglászni. Megint másnak lehet, hogy az a kihívása, hogy a kutya kellően gyorsan végrehajtsa a vezényszavakat, hogy még a héten készen legyünk, még akkor is, hogyha a vasárnap délelőtt van a foglalkozás. És hogyha megnézed, hogy egy, egy ügyes oktató hogyan van jelen egy e, ilyen csoportos helyzetben, akkor pontosan azt fogod látni, hogy ő is az egyéni tanulási folyamatokra reagál, egyéni szinten, egyéni visszajelzésekkel javítja a munkát, vagy egyéni tanácsokat ad, és segít e, abban, hogy mindenki a saját tanulási útján tudjon előrelépni. Mert, hogy ugye azt mondtuk, hogy a, a tanulás nagy kihívása, az az, hogy minden helyzet egyedi, és mégsem szeretnénk mindig újra feltalálni a spanyol viat, tehát egyedi megoldásokkal előállni az egyedi esetekre. Ebből az következik, hogy a tanulás nagy kihívásának a feloldása az az, hogy úgy tekintesz a tanulásra, hogy új tudást szeretnél létrehozni a saját magad vagy a saját magatok számára a kutyáddal, úgy, hogy egyébként építesz mindarra, ami már bevált ezen a területen. Tehát kezeled az egyediséget, és jól használod a rendelkezésedre álló összes tudást, ami ezen a téren összegyűlt, mert egyébként ez is honnan van, hogy sok olyanok, mint te, kitermelték a saját tudásukat, és ezt valamilyen módon megosztották. Fogunk arról beszélni egy külön részben, hogy uh, hogyan kell ezt a gyakorlatban csinálni, hogyan tudod ezt megvalósítani, hogy együtt kezeled az egyediséget és a már rendelkezésre álló tudást. Ebből a részből annyit vigyél el, kérlek, hogy, uh, hogy a, a tanulás ellentmondását akkor kezeled jól, hogyha nem eldobod a már meglévő tudást ezen a téren, és azt sem csinálod, hogy elkezded vakon megvalósítani mert tisztában vagy vele, hogy a, a, az egyedi helyzet, az egyedi eset, egyedi megoldást kíván, de ezt nem a semmiből kell majd létrehozni. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velem, és találkozzunk legközelebb!